Készül az őszi szezonra a fürdő, pedig a kertekben a burgonyák, közeledik a választás, képviselői beszámoló. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 26-án 18 óra 5 perckor. Az őszi-téli szezon hamarosan indul az Akácliget fürdőben, ahol sok fürdőzőre számítanak ekkor is. Most is lesz éjszakai fürdőzés, de indul az úszásoktatás is. Andrássy Istvántól, a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatójától megtudtuk, hogy a nyári szezon sikeres volt, amit a motoros találkozó zárt le. De már készülnek az őszi-téli szezonra, még filmvetítést is szerveznek. Most tulajdonképpen megkezdődik a téli szezon üzemeltetése itt a fürdünkben. Továbbra is olyan rendezvényeket szervezünk, ami megfelel a fürdő vendég igényeinek. Nagyon nagy sikere volt tavaly télen is a éjszakai fürdőzésnek. Ez minden héten pénteken ugyanígy fog működni szeptember 20-a után. Illetve még tervezünk filmvetítést is még az idei szezonban. Sajnán megfigyelhető egy pár év óta, hogy nem csak ősszel és tavasszal van szinte majdnem teltházunk a kemping a lakókocsi részről, hanem télen is, hát a karácsonyt meg szilvesztert például nagyon sokan itt töltik el. Az igazgató azt is elmondta, hogy az úszásoktatás hamarosan indul. A medencebeosztások a fürdő honlapján olvashatók, így annak függvényében tudnak jönni úszni a felnőttek. Azt tudom javasolni, hogy mivel vannak úszás oktatások, ezért vannak a medence lefoglalások, hogy medencebeosztásnak hívnám inkább, hogy ezt a pénztárnál, meg a online lapunkon is meg lehet nézni, hogy akkor ki tudja választani a kedves vendég, amikor nincs úszásoktatás, akkor abban az időpontban tudjon jönni, hogy ő szabad pályát kapjon a úszodába. A wellness részleg kihasználtsága nem csak nyáron, a téli szezonban is kedvelt, akár a családok, akár a baráti társaságok körében. A családok, barátok, az is elég nagy kihasználtsági fokkal szokott működni a téli hónapokban. Még el tudom mondani azt is, hogy még a nyári hónapokban is elég sokszor ki volt ő, hát nem inkább a szauna rész, hanem a hozzá tartozó egységek, mint a pezsgőfürdő vagy a merülőmedence, tehát egyéb pihenést szolgáló eszközök miatt. A karcagiak az őszi-téli szezonban is továbbra is kedvezményes jegyet válthatnak a fürdőbe. A burgonya az egyik legnépszerűbb ételalapanyag, ízletes és sokféleképpen elkészíthető. Jól tárolható és tartósítható termény. Éppen ezért termelnek Karcagon is nagyon sokan kiskertjeikben télálló fajtákat. A burgonya termésmennyisége nagy mértékben függ a nyári csapadéktól, de igen nagy jelentősége van az öntözésnek is, mondja Ézsiás Antal kertészmérnök, aki hagyományként termel burgonyát, mert mint fogalmazott, a pörkölt mellé az kell. Most meglepetéssel tapasztalja, hogy nem olyan egészséges, mint szokott lenni. Hiába védekezett többször is, mégis vannak benne beteg példányok, ami már jelzi, hogy nem lesz tartós a téli betárolása. Nálunk ez burgonya szedés, otthon a szülőfalunkban trumpiásásnak neveztük, és ott valóban szeptember volt az időszaka, sokkal kedvezőbb talajviszonyok mellett, nagyon felületen, és akkor egy családi rendezvény volt gyakorlatilag. Én részben hagyományként, részben azért, mert hogy tudjam, hogy mit eszek a disznós marha vagy baromfi hússal, rendszeresen termesztek burgonyát. Nem nagy öröm egyébként, mert millió ellensége, bánata van az embernek vele. Hát egy olyan gyenge közepes termés, és meglepetésre tapasztalom, hogy talán az egészségi állapota sem olyan jó, mint egyébként szokott lenni. Van benne több ilyen fitotórás rothadás nyom, amelyik nem jelenti azt, hogy jó lehet majd tárolni. Egyébként ugye ez is egy olyan betegség, amelyik a szárunk keresztül terjed le, és az eléri a burgonyát is. Egyébként próbáltam védekezni, többször, kétszer-háromszor rézzel kezeltem, permeteztem, ami azt jelenti, hogy nem kellett volna neki még ennyire sem lenni, de nem jelenti azt, hogy ez most nagyon tragikus. De az biztos, hogy ennek a helyén egy pár évig nem lehet burgonyát termelni. Az általa nagyon régen megismert Desiré fajtához ragaszkodik. Jó sütni, főzni és tárolni is egyszerűbb, bár ismeri a többi fajtát is. Ő kitart a bevált fajta mellett. Én ragaszkodom az általa nagyon régen megismert Desiré
fajtához, amelyik sütni, főzni minden célból nagyon jól megfelel, jól tárolható, és merem állítani, hogy tényleg sok mindent kibír, hiszen még júliusban, július elején még óburgonyából csináltunk nudlit, illetve derejét, ami azt jelenti, hogy az én mostanább tárolási körülmények között is kibírta. A most felszerelt burgonyáját Ézsiás Antal betakarítás után kiválogatja, osztályozza. A legegészségesebbeket külön választja, azt nyitott zsákba teszi, és a hűvös garázsban tárolja egészen júniusig. Közben néha természetesen átválogatja. A vágott, sérült burgonya lesz a gyorsabb konyhai felhasználású, de az apróval nem tud mit kezdeni. Az marad kint a földön, hiszen már nincsenek jószágok, amelyek megennék. Persze, de mindenképpen fel kell mindegyiket, de utána egy nagyon intenzív válogatással lehet osztályozni. Én magam az étkezési legjobb minőségű egészséges burgonyát azt külön válogatom. A vágott, ami még elfogadható, az mindennapos felhasználásra kerül. Egyébként, ha beszárad a seb, akkor lényegében majdnem korlátlan ideig meg lehet. Az apró burgonyának egyébként már most nincs gazdája, mert nincsen sertés, és lényegében ez egy eldobandó, haszontalan valami. Lényeg az, hogy ez a három kategória szokott előfordulni. Én nem tudom pincébe tárolni, mert nekem nincsen pincém, de van egy mély garázsom, amelyik azért délen, langyosabb nyáron, inkább hűvösebb. Ott szoktam zsákban, lényegében zsáknak egy fele, kétharmada, vagy attól függ, hogy milyen nagy a zsák, teszem. És ott hűvösen, sötét helyen tárolom, persze nyitott zsákkal is. Hát havonta, vagy attól függ, hogy milyen az időjárás, akkor ezt kiborítom, átválogatom, ha kell, akkor a hajtásokat letöröm, és ami előfordul benne romlott, azt én kidobom. Ez így megy egészen tavaszig. Tehát természetesen az a 2-3 Celsius fok és a megfelelő páratartalom, ez itt nincs biztosítva, tehát én azt nem tudom, csak úgy nagyjából sejtem, hogy megfelel, mert látom, hogy a burgonya ugye még mindig jó telel, és így próbálom. Ezt ugyanúgy csinálom a petrezselyemmel, a sárgarépával, tehát gyakorlatilag lefagyasztásra nincs lehetőség, meg az már nem ugyanaz a növény, és ezeket is homokba, hát nem is túlságosan nedves, de egy ilyen átlag nedvességi homokba rétegesen elteszem. Hát igaz, hogy ennek a eltartási ideje lényegesen rövidebb, de még januárban ebből a zöldségből tudok fogyasztani. Október 13-án több mint 17 ezer mandátumról döntenek a választók a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. A választásra jogosult több mint 8 millió választópolgár mindegyike szavazhat lakóhelye polgármesterére. 3177 mandátum sorsáról döntenek a választók. A főpolgármester személyéről 1 millió 365 ezer budapesti szavazhat. A települési önkormányzatoknál 16.787 mandátumról szavaznak a választók. A 3.008 10.000 lakosnál kisebb településen egyéni listán szavaznak a választópolgárok a képviselőkre. Ezeken a településeken 14.522 mandátum sorsa dől el. A 169 10.000 lakosnál nagyobb településeken a választók az egyéni választókerületek képviselőire szavazhatnak. Országszerte 1628-ra. Az egyéni választókerületben mandátumot nem eredményező töredékszavazatok kompenzációs listákon hasznosulnak. Kompenzációs listáról 637 mandátum sorsa dől el. A megyei közgyűlésekben 381, a fővárosi közgyűlésekben 33 mandátum sorsa dől el október 13-án. Már hagyomány televíziónkban, hogy városunk önkormányzati képviselői beszámolnak az elmúlt időszak képviselői munkájáról. Hírstúdiónk vendége Nagy B. László Erzsébet, a 3-as számú egyéni választókörzet képviselője. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket, örülök a meghívásnak. Főigazgatói munkája mellett természetesen a városért is dolgozik, mint képviselő, illetve mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Beszélgessünk elsőnek erről a bizottságról, nyilván a nevéből lehet következtetni róla, hogy mivel foglalkozik, de mégis hogy néz ki egy ülés, mikről döntenek, mi az, ami itt ebben a bizottságban zajlik? Mindenfajta olyan kérdésben, ami a szociális ellátást érinti,
Karcagváros vonatkozásában, illetve az egészségügyi ellátás. Úgy a lakás helyzetről, a lakásbérbeadásokról, mint a szociális intézményeknek a tevékenységéről. Itt az eszközfejlesztéstől, a szakmai munkáig, a létszámig, minden vagy a beszámolókról és tájékoztatók alapján meghozzuk a döntést, és a fejlesztési javaslatokat támogatja. Általában a bizottság, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy az időskorúak ellátását megfelelő szakemberekkel, megfelelő helyeken tudja biztosítani a város. Én nagyon örülök annak, hogy most is egy ilyen felújítás zajlik, és az utóbbi időben úgy a kinti idősek otthona, mint most a benti megújul. De nagyon örülnek neki a lakók, és annak is nagyon örülök, hogy nagyon sok család jutott úgy önkormányzati béllakáshoz, hogy pályázat útján ugyan, vagy szociális jelleggel, kiutalásra, vagy nem szociális jelleggel kiutalásra került részére. Annak is külön örülök, és ezt külön köszönöm az önkormányzatnak, mint kórházvezető, hogy lehetőséget biztosít az ide jövő szakorvosoknak, szakdolgozóknak a letelepedésre, és ehhez is biztosítja az önkormányzati lakásokat. Nyilván ilyen jellegű napi rendelkezést tárgyalunk ezen a bizottsági ülésen. És hát nem kis munka volt úgy a hivatal részére, akiknek szintén köszönöm ebben a munkájukat, hogy az elmúlt pár évben egy új rendeletet alkotott Karcagváros önkormányzata, miszerint minden évben kiadja a szociális és egészségügyi munkáért járó díjat. Az idei évben is sor került, mind a szociális ágazatban, mind az egészségügyben, tehát a mi intézményünkben is, a javaslatunknak megfelelően a díj átadására az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen, és ezúton is gratulálok minden díjazottnak. Ami talán érdekes lehet még ebben a bizottságban is, ha jól értettem, amit mondott, hogy talán ugye önök feladata az, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak, hogy itt tudjanak letelepedni, vagy legalábbis megalapozni azt, hogy később egy lakást, házat. Így van, hiszen sok karcagi diák, mivel Karcagon nincs felsőoktatási intézmény, nagyon sok jó tanuló diák van, úgy a Szent Annai Sámuel gimnáziumban, mint a református gimnáziumban, de a Varró István szakközépiskolából is sokan tovább tanulnak, és ők azért visszavágynak, tehát jó magam, mint családanya, és elmondhatom, hogy a fiam is visszavágy. Egy Karcagváros egy olyan nyugodt település, ahol a közbiztonságtól kezdve a gyereknevelésig, a családalapításig mindenképpen úgy gondolom, hogy jó, hogyha a fiatalok visszajönnek, és itt tudunk nekik munkát, és hát nyilván a letelepedésüket segítve lakást is biztosítani. Ehhez szükséges mégis úgy gondolom, hogy az önkormányzat távlati céljai között mindenképpen szerepel további önkormányzati béllakásoknak a megvalósítása. Ön ugye a hármas körzetnek a képviselője, határoljuk be ezt a körzetet, hol található városunkban ez a körzet, és mik azok a jellegzetességek, vagy akár problémák, amik erre a körzetre jellemzőek? Hát ez elég nagy körzet, hát mint a többi, körülbelül másik két körzet, gyakorlatilag a központtól, tehát a Kacsó utcától lefelé az északi város részig, tehát a Napsugár utcától, ahogy bemegyünk a északi utca, az utolsó utca, de nem csak ez a terület, és így a Kunten utcával zárul ebben a körben, hanem a Karcag-Tilalmas városrész, település rész is ez a körzethez tartozik. Tehát igen, sok feladat hárul az önkormányzati képviselőre, úgy gondolom, hiszen több kimutatást kértem és készítettek a hivatal részéről. A elmaradottság szempontjából is egy alapvetően egy meghatározó körzet. Nagyon sok probléma van, ugye ezt tudjuk, a Tilalmason az ivóvíz ellátással. Ez még végérvényesen nem oldódott meg, de az elmúlt 5 évben azért folyamatosan biztosítva volt a béleti szerződés alapján az önkormányzat ezt biztosította. Ugyanakkor a fejlesztési tervek között szerepel ez a vízminőségjavító program Tilalmas vonatkozásában, alapvetően nekik ez a problémájuk.
illetve hát ami az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani, és a minap is kint voltam Tilalmason, az útnak a helyreállítása, ez nyilván közút, tehát egy nagyobb aszfaltozásra lenne szükség a teljes felületen, de a kátyúkat sikerült olyan szintre megjavítani, hogy a bejárás most már biztosított. Nagyon sok gyermek jár óvodában, iskolában Tilalmasról, és hát ugyanez vonatkozik a északi Újtelepre is. Az északi Újtelepen a bejárást, a gyermekek bejárását alapvetően az volt a probléma, hogy korábban sokak által úgy ismert brazil vendéglátóhelynél volt zebra. És ugyanígy kérték tőlem, hogy legyen a Dózsa György utcán is, a Szent Pál Marista általános iskola, korábbi Zárdorúti általános iskolához átvezető zebra. Hát ennek a zebrának, mint kiderült, közúton helyezkedik el, ennek a megtervezése sem volt kis költséggel járó feladat, és kis idővel járó feladat, de a terven túl vagyunk, a hatósági engedélyeztetése megtörtént, úgyhogy manapság már azt várjuk, hogy a kivitelezés mikorra várható. Közvilágítási lámpatestet kell lehelyezni a zebrákhoz, külön feljárókat mindkét oldalára, tehát nagyon nem egyszerű feladat, és hát nagyon nem egyszerű feladat volt annak megoldása, hogy a Szent Pál Marista iskolánál a parkolást biztosítsuk. Itt a parkolóhelyeknek a kialakítása az árok lefedésével és a Karcagi Szakképzési Centrum segítségével, hozzájárulásával valósulhatott meg. Ma már jobb a parkolási lehetőség az iskola előtt. A munkájából kifolyólag rengeteg emberrel találkozik, akár a körzetből, akár nem a körzetből, de ebből ugye mindig lehet tanulni. Mik most azok a dolgok, amik foglalkoztatják a karcagiakat, ha mondjuk az ön körzetére ezt levetítjük? Hát az idős embereket elsősorban a nyári időszakban, illetve egész tavasztól végig őszig, a udvaruk előtt, vagy a házuk előtti területnek a igen, jól növő gyomnövényzete, vagy a fűvágás, ami mindenképpen, tehát az szinte hetente 2-3 ember jelenti be, úgyhogy erre nagyon nagy igény van, idős emberek nem tudják ezt a munkát elvégezni. Nyilván amennyi lehetőségünk van, mindig tolódik, de aztán sikerül ellátni ezt a feladatot, ez az elsődleges. Nagyon sokan igényelnek járdajavítást, amit most idén-nyáron sikerült pár helyen megvalósítani, úgy a Temető utcában, mint az Egyetértés utcában, de úgy gondolom, hogy ezt tovább kell folytatni, mert nagyon nagy szükség van rá a Vágóhíd utcán is. Az elmúlt időszakot értékeljük, körzete szempontjából sikerült előrelépniük? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen sikerült. A fejlesztéseket, felújításokat, amiket terveztünk, azokat sikerült megvalósítanunk, illetve hát folyamatban vannak, mert éppen a zebra miatt mondtam, hogy én nagyon számítottam arra, hogy már szeptemberben úgy mehetnek az iskolába a gyermekek, hogy ez megvalósul, de bármilyen problémával fordulnak hozzám, én úgy gondolom, hogy legyen az fogadó órán, legyen az, amikor személyesen kint vagyok a körzetben, akkor ezt meg tudjuk oldani, és én utána járok, hogy hogyan, miként lehet megoldani. Mit tartogathat a jövő? A jövő? Önkormányzati képviselőként? Igen. Mindig van ezen a területen is feladat, nem csak a felújítások vonatkozásában, hiszen az árokrendszereknek a felújítása nagyon fontos ezen a területen, ugyanis Karcag sajátosságaiból adódóan egy-egy nagyobb esőzés is volt erre példa az elmúlt időszakban, és ezen a területen csapódik le. Nagyon fontos volt, és ezúton is köszönöm Molnár Pál képviselőtársamnak és a Városgondnokság dolgozóinak, hogy a Cserepes utcán a csatorna felújítás megvalósulhatott, mert gyakorlatilag oda vonul le a városból ez a rengeteg mennyiségű víz, amit nem tud elnyerni a csatorna, és ott amikor ez a lejtéséből adódik, ez nagyon fontos feladat, és nagyon fontos számomra, hogy a Tilalmason hamarabb megvalósuljon az ivóvízellátás. Egyébként hozzáteszem, hogy a Tilalmas vonatkozásában egy terv készült, az öntözéses terv, és ezt nagyon köszönöm a Kötővízik helyi vezetőjének, Alsányi Gábornak és fiamnak, Nagy Imrének, hogy ezt az elmúlt időszakban megvalósították, és ez most
engedélyeztetés alatt van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!